Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogyan alakulnak most a dolgok? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez kicsit részletesebb, mint a három kérdőjeles, de arra újra vissza fogok térni. És megkapjátok azt is. De néha jó, ha így a mélybe tekintünk, mint például most ennél a kirakásnál. Ez a három kártya ott fent, bal oldalon utal az ő gondolataira és az ő terveire. Itt van több lehetőség a kártyákat elemezni. Először is megtekintjük ezt a liliomot, ami utal az ártatlanságra, a tisztaságra, tehát ő szeretne tisztázni valamit. A könyv utalhat az ő tudására, de arra is, hogy nagyon zárkózott, és visszatérve a liliomra, a lilium a lenormand kártyánál utal a testi kapcsolatra, de erről nem akar most nyíltan beszélni. Amit még jelenthet ez a kombináció, hogy itt régi témák vannak, vagy egy örökösödési ügy, amire ez a koporsó utal, és itt szeretné rendezni a dolgokat. És most megtekintjük azt, hogy érez veled kapcsolatban, bepillantunk az ő érzelmi világába. Ezen a képen látható egy utazás. Az lehet, hogy most kimerült és fáradt, szeretne elutazni, kipihenni magát, és tervez egy nyaralást. De ez az út lehet egy kereskedelmi út is. Amire ez a kártya még utal, ez egy belső út. Ő keresi a helyét az életben, nem csak a munkáját illetően, hanem a szerelmi élet területén is. És most megtekintjük azt, hogy mi várható nála a közeljövőben. Az első képen látható egy kehely, ami utal a víz elemére, tehát érzelmekre. Az ő érzelmeire. Megint ott látható a lilium, ugyanúgy, mint a gondolatainál is, utal az ő ártatlanságára, erre a tisztaságra, tiszta érzelmekre, vagy arra, hogy ő szeretne veled tisztázni valamit. Pontosan erre utal a második kártya, te ott vagy a képen, és vársz rá. Előtted vannak a kelyhek, utalnak a te érzelmeidre, amit nem látsz, hogy ő ott van az ajtóban és kopogtat, tehát hamarosan lesz itt egy kapcsolat mély érzelmekkel, és rendeződnek a dolgok. A harmadik kártyán ott középen vannak a lehetőségek, és ő odafigyel. Itt utazásokról lesz szó, ugyanúgy, mint ahogy az érzelme erre utal egy utazásra. Ez lehet egy nyaralás, vagy egy kereskedelmi út, de, mint mondtam, ez lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Aztán látható az a kislány ott a következő képen is fest valamit, a képeknek szimbolikus jelentése van, és ez utal ilyen művészi területekre. Az lehet, hogy megvan ehhez a tehetsége, de ez a kép lehet egy vizión is, tehát egy álomkép, amit ő szeretne megvalósítani. És az utolsó kártya, ez a kard arra utal, hogy itt döntésekről lesz szó, és mivel a kard a levegő elemét szimbolizálja, itt lesznek fontos beszélgetések is. Ő kezébe veszi a dolgokat, közeledik hozzád, elmeséli azt, hogy mit tervez, vannak jó ötletei, tekint egy új irányba,
és ez az álom, ez a terv megvalósul. És most megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Ott van előtted ez a nagy hegy, de nem tudod áttenni most ezen magadat, ezek lehetnek nehézségek vagy problémák, hanem a kígyó azt jelenti, kell egy mellékút, és ez hoz számodra szerencsét. Amit a kígyó még jelenthet, egy hölgyet, és ez a nő nehézségeket okoz neked. Lehet, hogy van ilyen hamis személy a háttérben, vagy van valaki, aki irigy rád, de ebben a helyzetben szerencséd lesz, erre utal a négy levelű lóhere. És most megtekintjük azt, hogy mi várható még nálad a közeljövőben. Az első képen látható ez a szomorúság, vagy lesz egy hír, ami elszomorít téged, és ez a munkahelyeden fog történni, hiszen a második kártya a munkára utal. Visszatérve erre a kígyóra, lehet, hogy valaki a munkahelyeden megnehezíti a dolgokat, vagy pletykálgat a hátad mögött. De a harmadik kártya, ugyanúgy, mint ez a négy levelű lóhere, utal a megoldásra, ne légy szomorú, hiszen téged vár valami örömteli esemény. Nem csak a szerelmi élet területén, hanem a munkádat illetően is. Ne foglalkozz ezzel a hamis nővel, hanem őrizd meg a büszke tartásodat. És én kívánok hozzá nagyon sok sikert, és egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.